Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Lipták Péter vagyok, mutatom a mai kínálatunkat. A drasztikus energia áremelés miatt lett veszteséges a cég. Átszerveződött a Bátaszéki Sportegyesület vezetése. Idén is szerveztek kosárlabda tábort Bátaszéken. A bátaszékiek is részt vettek a megyei polgárőr találkozón. Egy fogorvosi szék támogatását és a vízi közműszolgáltatás jövőjét tárgyalták a képviselők a múlt héten összehívott rendkívüli ülésen. A drasztikus energiaáremelés miatt a mindig nyereséges szolgáltató nem egész egy év alatt mintegy 960 millió forint veszteséget termel, így veszélybe került a cég fennmaradása. Erre kerestek megoldást a képviselők. Rendkívüli ülésre hívták össze a bátaszéki képviselőket az elmúlt héten. Az egyik megtárgyalandó napirendi pont az volt, hogy az egyik fogadvosi körzet működése érdekében támogatást biztosítsanak egy fogadvosi szék beszerzéséhez. Ezt a körzetet négy önkormányzattal közösen tartjuk úgymond fönt. Így abban született megállapodás az önkormányzatok között, hogy a fogorvosi szék költségének 50%-át önkormányzati részről biztosítani fogjuk, és hát kérjük a fogorvosi körzetet működtető vállalkozó fogorvost, hogy a másik 50%-ot legyen kedves ő is biztosítani. Ezzel tudnánk a szolgáltatás színvonalát olyan értelemben továbbiakban is garantálni, hogy egy új fogorvosi szék állna majd a későbbiekben a páciensek rendelkezésére. Ez Bátaszék önkormányzatán esetében mintegy 2,5 millió forintos hozzájárulás jelentene majd az elkövetkezendő időszakban. A másik napirendi pont egy sokkal komolyabb problémát vetett fel. Az Erőv vízi közmű ZRT működése és az általuk nyújtott szolgáltatása bajba került. Ennek oka alapvetően az, hogy egyrészt 2012 óta rezsicsökkentett térítési díjakat, illetve szolgáltatási díjakkal lehet csak dolgozni a vízi közmű szolgáltatóknál, mindenhol, természetesen Magyarországon. A másik pedig az, hogy 2021 év végén az energiabeszerzési pályázat alapján drasztikus áremeléssel találkozott a szolgáltató, ami azt jelentette, hogy a 38 forintos kilovattóra energiaköltséggel szemben 116 forintos kilovattóra költséggel tudott január 1-től energiát vásárolni. Az Erőv működési területén mintegy 10 millió kilovattóra energiamennyiség felvételéről beszélünk. Ez azt eredményezte már a 21-es üzlet, vagy a 22-es üzleti terv elkészítésénél, hogy mintegy 960 millió forintos veszteséggel kalkulálta az Erőv. Erre azóta is kereste a megoldást, abban a pillanatban, amikor ezzel szembesült a menedzsment, tárgyalásokat folytatott a minisztériummal, ahol gyakorlatilag egyértelműen megerősítették, hogy semmilyen formában állami támogatás nem érkezhet a szolgáltató felé ennek az energia árnövekedésnek a kompenzálására. Így két lehetőség adódott a menedzsment előtt. Egyrészt felkérte a tulajdonos önkormányzatokat, hogy ezt a jelenkezett veszteséget, ami időközben 1,2 milliárdra emelkedett, hiszen menet közben még a hálózat használati díjak tekintetében is egy jelentős emelés következett be július 1-től. Ezt a hiányt, ez gyakorlatilag a tulajdonosok egy meghatározott számítási elv alapján fizessék meg. Ez Bátaszék esetében 112 millió forintot jelentett volna. Ugye az önkormányzatok sajnos nem állnak abban a helyzetben, a Bátaszéki semmiképpen sem, hogy ezt be tudná fizetni a szolgáltató részére. A másik megoldás az integrációs folyamat lehet. A hatályos vízi közmű törvény alapján, ha is amennyiben az ellátásra kötelezett, azaz az önkormányzat nem tudja a vízi közmű szolgáltatást bármilyen oknál fogva fenntartani, akkor önkéntesen és ingyenesen átadhatja a vízi közmű vagyonát a magyar államnak, és átadhatja azt a tulajdon részét, amit a vízi közmű szolgáltató cégben tulajdonol. Ezáltal kvázi megszabadul az ellátási kötelezettségtől az önkormányzat, és a magyar állam lesz köteles biztosítani adott településen a vízi közmű szolgáltatást. Hát nagyon nem szeretnénk mi Bátaszékváros önkormányzata részéről azt a mintegy 2,5 milliárdos önkormányzati vagyont és a gazdasági társaságban lévő tulajdon részünket ingyenesen átadni.
és gyakorlatilag teljes egészében kikerülni abból a döntési mechanizmusból, ami a víziközmű rendszert illeti, hozzátéve azt, hogy árban már ugye nem mi vagyunk az áratóság, hiszen ezt most már az állam képviseletében az illetékes miniszter határozza meg, de azért mi döntöttünk a hálózat fejlesztése kapcsán, hogy a visszafolyt bérleti díjból hol történjenek hálózatfejlesztések. Ugye rajtunk keresztül történtek a pályázatoknak a benyújtása, tehát láttuk azt, hogy a víziközmű vagyonunkat hogyan tudjuk karbantartani, még akkor is, hogyha igazán önkormányzati saját forrás nem tudtunk beletenni, de a bérleti díjból és pályázatokból azért volt esélyünk valami fajta ráhatásra. Ezért egyelőre elodázotta vált a Székváros képviselőtestülete a döntést az integrációs folyamathoz való csatlakozásba, és keressük a megoldást, hogy hogyan tudjuk megtartani a víziközmű vagyonunkat, és hogyan tudunk úgy szolgáltatási szerződést kötni valamilyen víziközmű szolgáltatóval, hogy ez ne terhelje az önkormányzatnak a költségvetését. Az ülésen 9-ből 8 képviselő jelen volt, és a témában teljesen egyhangú döntés született. Ameddig lehet, keressék meg azt a megoldást, ami az önkormányzati vagyon helyben tartását szolgálja. A témában megkerestük az elővezetőségét is, és a jövő heti Cikádor magazinban folytatjuk. A tavalyi szezon végén a labdarúgó szakosztály vezetése és a felnőtt csapat edzője is lemondott Bátaszéken. Az új tréner Buzás Attila lett, akinek a csapatépítés volt az elsődleges feladata a nyári szünet alatt. Emellett újra szerveződött a szakosztály vezetése is. Az eddigi egy ember helyett már többen megosztva végzik a klub körüli teendőket. Teljesen felfordult az eddig megszokott élet a bátaszéki foci csapat körül. A klub vezetés a nyáron távozók helyét feltöltötte, valamint teljesen új alapokra helyezte a szakmai vonalat. A tavalyi évad végén a szakosztály vezetési, illetve az edző lemondott. A mi feladatunk az volt, hogy egy új csapatot, illetve ugye új edzőt, új csapatot építsünk, és ennek megfelelően nekivágtunk a munkának. Az első az edzőnek a megszerzése volt, ami a legfontosabb volt, hiszen ehhez kellett igazítani utána az összes többit. Nagyon örülünk annak, hogy számunkra a megye egyik legjobb edzője, Buzás Attila elfogadta a felkérést, és a Tolnai és a Gerjeni kaland után Bátaszéken is belevágja azt a bizonyos fejszét a fába. Reméljük, hogy sikeres lesz. Az ő kérése alapján erősítettünk, illetve a fő célpont az volt, hogy hozzuk vissza azokat a bátaszéki játékosokat, akik az elmúlt időszakban Szekszárdra, Paksra, illetve az ország különböző pontjaiba szétszóródtak. Ez jól sikerült, hiszen a Hén testvérek, a Berényi Szilveszter, az ifiből fölhozott 4 játékos most az mutatja, hogy igazából egy jó bátaszéki gerinc lesz, illetve meg tudtuk tartani azokat a rutinos játékosainkat, akiket szerettünk is volna megtartani, akik már régóta itt vannak, és a nézők ugye ismerik őket. Az edző személyén és az új játékosok érkezésén kívül egyéb változások is végbe mentek a klub házatáján. Gyökeresen megváltoztatták a szakvezetés munka megosztását is. A másik része a szakosztálynak az összerakása volt, ami most nem egy egyszemélyes szakosztály lett, hanem nagyon sok feladattal, külön feladattal ellátott ember végzi a munkát, és ez most az elmúlt 2 hónapban úgy néz ki, hogy nagyon jól működik. Van, aki a szakmai munkáért felel, van, aki azért, hogy mondjuk a csapatnak a hétvégén jó kaja legyen főzve, van, aki a szponzorokat szerzi és a pénzügyi dolgokra figyel oda, van, aki az edzővel tartja a kapcsolatot, és a játékosokkal is ugye próbál kommunikálni, úgyhogy ez a munka most az elején van, de szerintem jól indultunk el és jól sikerült. Mind az edzőnek, mind a játékosoknak a célkitűzése az volt, hogy tehát nem próbáltunk meg nagy terhet tenni a vállukra, hanem próbáltuk azt, hogy épüljön ez a csapat föl ősszel, nézzük meg, hogy tudnak összecsiszolódni a játékosok, hiszen most érkezett 8 új játékos, azért ez egy nagy mozgás a keretben, és tavaszra legyen a csapat éles. Az, hogy ez most a 3. helyre, vagy az 5. helyre, vagy éppen hova lesz elég, azt nem tudjuk, de szeretnénk a nézőinket visszacsalogatni, szeretnénk azt, hogyha újra menne a dob, a füst és a szurkolása a mérkőzések után és a mérkőzések közben,
illetve egy kicsit megújítottuk most megint a brandet, 110 éves a klubunk, 1912-ben már fociztak a bátaszékiek a feljegyzések szerint, és erre a 110-es évfordulóra kitaláltunk egy ilyen új brandet, lesz baseball sapkától kezdve a szurkolói mezen keresztül nagyon sok minden, ennek a megvásárlásával is támogathatják a nézők, illetve a szurkolók a csapatot. A szurkolói termékek megvásárlása mellett támogatói jegyek vételével is hozzá lehet járulni a klub kasszájának gyarapodásához. A jegyárakat megemeltük, muszáj volt, ugye minden emelkedik, ezt is muszáj volt megemelni, 700 forintért ezentúl a bátaszéki pályára a megyei egyes labdarúgó mérkőzésre be lehet jönni, illetve ami újdonság, hogy 1000, 3000 és 5000 forintért támogatói jegyeket is nyomtattunk, ilyen szép kis dizájnos különböző színekben, úgyhogy ha valaki úgy gondolja, hogy nem csak a belépő jegyet venné meg, hanem egy ilyen összeggel támogatná a csapatot, akkor ezt is megteheti. Három ember felel igazából a pénzügyeinkért, ketten tartják a kapcsolatot az edző, a játékosok és ugye a külvilággal idézőjelben. Van egy utánpótlás szakágvezetőnk, aki szintén segít ebbe a dologba. Ketten figyelnek arra, hogy a pálya környéke, a biztonsági személyzet, a főzés, a mindenféle ilyen dolog jó legyen, és van egy titkos segítőnk, aki a háttérből segít, akit nem szeretnék most megnevezni, most ugye nem is mondtam még neveket, ő pedig nagyon azon van, hogy a pénzügyi dolgainkat megerősítsük. A szezonban minőségi keretállbúzás Attila rendelkezésére, komolyabb célkitűzések azonban még nincsenek számukra. Eléggé új vagyok itt ebben a közegben, régebb ugye sokat voltam itt ellenfélként, most belekóstoltam itt a helyi levegőbe, azt kell mondjam, hogy egészen jó és szimpatikus élmények értek, dolgozunk keményen, a játékos állomány úgy hiszem, hogy ideálisan jó ehhez az osztályhoz, az, hogy milyen eredményt fogunk elérni, azt még pillanatnyilag nem tudom megmondani, meg nem is jósolgatnék. Meglátjuk, dolgozunk, eddig is így tettem mindenütt, ahol voltam, itt is úgy lesz. Véleményem szerint itt jó képességű játékosok voltak is, illetve jöttek is a nyáron, hogy ebből kell majd valami olyan egységet összehoznunk, ami majd győztes csapattá válhat, nagyon bízom benne. Az a célkitűzésünk, hogy minden lehető olyan mérkőzést, amit képesek vagyunk megnyerni, azon győzzünk. A csapat teljes fiatalításon ment keresztül, ami akár a sikerkulcsa is lehet a jövőben. A felkészülésünk az egész jól sikerült, úgy gondolom, bár én sokat sajnos nem tudtam részt venni benne különböző okok miatt, de nagyon jól sikerült a csapat felkészülése, viszont teljesen kicserélődött a gárda. Most elég sok a fiatal, velük próbálunk meg a következő idényre készülni, és a lehető legjobb eredményt elérni majd. A tavalyi gárdából talán, hogyha 5-6 játékos maradt, úgyhogy most teljesen kicserélődtünk. Viszont most legalább minden poszton van egy, illetve kettő bevethető játékosunk, úgyhogy talán ez is egy kicsit föl fogja dobni a srácokat, majd lesz egy kis harc, úgymond a posztokért, úgyhogy én várok mindenkitől minél jobb teljesítményt. Nagyon bízom benne, hogy mivel fiatalok, nagyon motiváltak is ezáltal, úgyhogy abban sok mindent lehet majd kompenzálni, úgyhogy bízok, hogy tényleg minél jobban fognak majd teljesíteni a srácok. A szezon őszi része az összeszokásról fog szólni, de tavaszra remélhetőleg már egy ütőképes együttes fog harcolni a bajnoki címért. Több éves múltra tekint már vissza a nyári bátaszéki kosárlabdatábor, idén is nagy érdeklődésre veszte a programsorozatot. Az egésznapos elfoglaltság lehetőségeket adott a legkisebbek számára, hogy rajzos játékos módon megismerjék magát a sportágat és a játékszabályokat. A nagyobbaknak pedig lehetőségük nyílt edzeni és a technikájukat fejleszteni. Bátaszéken idén is tartottak kosaras tábort, melyre minden évben rengetegen jelentkeznek, korosztálytól és nemtől függetlenül. Már meg sem tudom mondani, hányadik alkalommal kerül megrendezésre a kosárlabdatáborunk. Vegyes korosztályban rendezzük, a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki részt vesz, és bontott korcsoportokban tartjuk az edzéseket délelőtt és délután is. Jelenleg 35 fő van jelen, a mindegyik gyermeknek volt már meccs rutinja. Volt, aki az első bajnokságát játszotta az előző szezonban, van, aki pedig már a 6.-7. évét tapossa itt a BSE berkein belül.
Voltak olyan játékosok is, akik itt kezdték a kosárlabda pályafutásukat, most azonban már más klubokban játszanak a környező városok egyesületeiben, de mindig szívesen visszajönnek ide a kosárlabda táborunkba együtt játszani a régi csapattársakkal. Azonban nem csak a sportolás van előtérben, a gyerekek tudásának fejlesztése is kiemelt szempont a szervezők számára. Abban különleges itt a bátaszéki kosárlabdatábor, hogy a rendelkezésre álló 5 nap alatt nem csak kosárlabdával és edzésekkel töltjük az időt, hanem mindig igyekszünk kulturális programokat is szervezni a gyerekeknek. Így meglátogattuk itt a helyi nemrégiben átadott székelyházat, volt kézműves foglalkozás, megyünk túrázni, illetve a szabadidős programok is rendkívül változatosak. Az összetartó kosaras közösség és a szülők munkáját dicséri, hogy volt, aki behozott társasjátékot, tollaslabdahálót, úgyhogy nagyon változatosan tudják eltölteni a délután szabadidejét is a gyerekek. A gyakorlati és erőnléti feladatok mellett ismeretterjesztő játékokat is kipróbálhatnak a gyerekek. Egy órás edzéseket tartunk délőtt és délután is, hogy ne teheljük túl a gyerekek szervezetét ebben a nagy melegben. A játékos bemelegítővel, gimnasztikával, futógyakorlatokkal, és ebben a táborban, főleg a nagy meleg miatt is, illetve azért, mert augusztus elején járunk, és még nem az erőnléti alapozás kezdődött, hanem inkább ilyenkor a holt szezonban esetleg elfelejtett technikai tudást igyekszünk felfrissíteni, szóval nagyon sok labdaügyességi, technikai elemet szoktunk belevenni, illetve hát sok streetball és meccsezés is van, ahol próbáljuk azokat így feleleveníteni, amik esetleg megkoptak a nyár alatt. A legkisebbek számára készültünk kvízekkel, hogy ne csak a pályán lévő dolgokkal legyenek tisztában, de az alapfogalmakkal is, hiszen ez mind nagyon fontos ahhoz, hogy értsék azt, hogy mit csinálnak a pályán, merre mozognak, mit kell tudni a kosárlabdáról, hogy aki néz esetleg szabadidejében meccset, NBA meccset, magyar élvonalt, vagy esetleg otthon kosárlabdázik, akkor ez mind-mind hozzá tud adni ahhoz, hogy jól teljesítsen a pályán. 5 napos a tábor, és Komsász Éviánál lehet jelentkezni mind a szeptembertől induló kosárlabdázéseinkre, mind pedig ugye a táborra. Általában ide már olyanok szoktak jönni, akik már eleve kosárlabdáztak nálunk, vagy aki esetleg érdeklődött, de mivel egészen óvodás kortól kezdve vannak csoportjaink, azért alapvetően a bátaszéki gyerekek mind-mind tudhatják, hogy ugye kit kell keresni, hol tudnak csatlakozni hozzánk, de mindenkit szeretettel várunk. Facebookon is megtalálnak minket, szóval ott is fel lehet venni velünk a kapcsolatot. Sokak a baráti társasággal térnek vissza a táborba évről évre. Idén én 3. vagy 4. alkalommal jövök erre a táborra, másodszor, mikor ugye itt helyben rendezzük a mi sportcsarnokunkban. Sok barátom van itt, igazából mindenkivel nagyjából jóba vagyok. Mindig bemelegítő feladatokkal kezdünk általában, kicsikkel fogócskázunk, vagy éppen futóiskola, ha úgy van labdával. Utána gyakorlunk dobni például, vagy elindulások. Itt vannak a barátaim igazándiból, meg tanulok mindig valami újat, meg igazából nem is azért is, hogy kosarazzak, de szerintem a hangulata, hogy itt vagyunk és lefoglal minket a nyári szünet alatt. Nem ebből a sportból akarok én megélni. Én azért járok, hogy sportoljak, és jól érezzem magam igazándiból a társasággal. A gyerekek legjobban az interaktív programokat és a kötetlen edzéseket szeretik. Elsőnek vagyok táborba. Nagyon jó itt lenni, sok barátot szereztem. És rengeteg ismerősöm van itt, hát óvodából is már ismertem, meg iskolából is már, többet ismertem, meg így baráti körből is rengeteg embert ismertem. És hát kosarazunk, edzünk, először reggelizünk, utána kosarazunk egy kicsit, játszunk persze, és szoktunk olyanokat csinálni, hát néha fotózunk, és bunkikat is építünk, rengeteget, és néha el is lopnak dolgokat onnan. És szoktunk olyanokat csinálni, hogy programokat is szerveznek nekünk, utána ebéd van, utána jönnek a programok, utána pedig hát megint edzünk, pihi, edzünk, utána pedig megyünk uzsonnázni, és megyünk haza, de nagyon sok barátot ismertem meg, és nagyon jó itt lenni. A nagyobbaknak a streetball és az ittszerezés számít a kedvenc feladatnak.
Napközben ugye a nagyokkal edzek, általában streetballozni szoktunk, de szoktunk zicserezni is. Az edzést úgy kezdjük, hogy a kicsik és a nagyok együtt. Hát ott ilyen bemelegítő feladatok szoktak lenni, meg ilyen labdaügyességi. Hát itt kezdtem a kosárlabdát Bátaszéken, aztán átmentem Bonyhádra, onnan meg Szekszárra. A kosaras tábor nem csak kikapcsolódás, de hasznos időtöltés is a gyermekek számára. A polgárőrök azok a személyek, akiknek jelenlétét megszoktuk a rendezvények alkalmával, mint ahogy az ország összes szervezetének tagjai, így a Bátaszéki Polgárőr Egyesület is térítés nélkül végzi, többek között a közrend és a közbiztonság fenntartásának segítését, így szórakozásra ritkán akad idejük. De a rendezvényen, ami értük volt, nekik szólt, az önként vállalt munka miatt kis létszámban, de természetesen ott voltak. Tolna megye polgárőrei a közösségépítés jegyében töltöttek együtt egy napot Nagydorogon, ahol a bátaszékiek is képviseltették magukat, akik az év folyamán többek között a közrend és közbiztonság fenntartását is segítik a városban és a környező településeken. A környező településsel látunk egy szolgálatot, Alsónyéken, Alsónánál, Mórágyon és Pörbölyön is, még Bátaszék mellett. 30 éve, most már 31 év, hogy megalakultunk. Az egyik legaktívabb, legalábbis remélem, hogy nem csak a mi meglátásunk szerint, az egyik legaktívabb egyesület, nem csak a megyében, az országban is. Az öt településen 100 fő körül vagyunk, ha kimondottan Bátaszéket nézzük, a nyugdíjasokkal együtt ilyen 50, tehát a fele az Bátaszéken működik, és a fiatalokkal most ebben az évben úgy tűnik, hogy szerencsénk van, hiszen most már 4 ifjú polgárőrt köszönhetünk a csapatban. Ritka az a pillanat, amikor önfeledten, civilként tudnak részt venni egy rendezvényen. Mint minden polgárőr egyesületre, a bátaszékiekre is sok feladat vár az év folyamán, így a nyári időszakban is, ami miatt nem is tudott mindenki jelen lenni a megyei polgárőr találkozón. Igyekszünk részt venni ezeken a napokon, de ez a sorsfintora, hogy most már sokadik éve a megyei polgárőr nappal egy időben nekünk 2-3 rendezvényünk van otthon is. Ezért megint kis létszámmal tudtunk csak ide eljönni, és sajnos mi ebéd után ugrunk fel az asztaltól és megyünk el, hiszen Alsónyéken is, Mórágyon is rendezvényünk van, amit biztosítanunk kell, de igyekszünk. Tehát ezeken a rendezvényeken, aki éppen ráér és tud jönni, az elszokott, és pihenünk egyet, fújunk egyet, beszélgetünk egyet a többiekkel. Személyen, meg a parancsnok, meg a többi személy részén azért vannak kapcsolatunk a megyében működő többivel is. És ha nem is itt, otthon igyekszünk azért 2-3 havonta egy csapatépítő, összetartó, de mindig valami feladattal egybekötött étkezést is megejteni, azért kicsikét kovácsoljuk, mert megköszönjük azt a sok munkát, amit a polgárőr erre fordít rá. A Bátaszéki Egyesület nagy területen látja el a rábízott feladatokat, így mindig tárt kapukkal várja az új tagokat. Ifjú polgárőrnek az alapfokú iskolai végzettségkel, míg polgárőr lehet bárki, aki 18-at betöltötte, és büntetlen előéleti, és nincs ellene folyamatban büntető eljárás. Ennyi igazából az egész, meg kell az a nagyfokú elhivatottság, amivel feláldozza a szabad idejét, elveszi a családjától, magától, és a közösségért fog tevékenykedni. Mi a klasszikus polgárőri feladatok mellett, mint a rendőrökkel végzünk közösen, nálunk nagyon erős a katasztrófavédelmi vonal is, a Cikádor mentőcsoport egy nagyon aktív és egy nagyon jól támogatott katasztrófavédelmi csoport, a honvédség fele is vannak kapcsolataink. Tehát igazából szinte az összes lábán állunk a klasszikus polgárőrségnek, nagyon sokszor hatósági tanúzunk, de hát ugye az alap a klasszik, az a polgárőrség, és a rendőrséggel, a megyébe, a szexrendőrkapitánysággal, de a helyi rendőrök is szinte baráti viszonyt ápolunk. Ebben az évben fejlődtünk egy akkorát, hogy most eddig mindig tudtunk sírni, hogy öreg a járműpark, hogy nehéz fenntartani, viszont ebben az évben márciusban kaptunk egy Suzuki Vitarát az Országos Polgárőr Szövetségtől országgyűlési képviselőnk kijárására, és nem olyan rég vehettünk át a katasztrófavédelemtől egy Polaris terepjárót a hozzávaló vontatóval is, hogy tudjuk szállítani. Ezzel most olyan fejlettségű lett, meg felszereltségű az egyesületünk, hogy nincs okunk panaszkodni. A Suzuki Vitara az szolgálatot lát el, tehát napi szinten, heti szinten többször, de akár napi szinten is használva van. A Polariszt még szokjuk, próbáljuk bekalibrálni, vagy az egyeset működésével, de inkább ez katasztrófavédelmi helyzeteknél, vagy pedig külterületen, hiszen olyan terepjáró képességei vannak, amit ott tudunk a legjobban kamatoztatni. Ezeket ott fogjuk használni,
eltűnt emberkeresésnél, vagy külterületen a szőlőhegyeken a tanyák őrzésére, tehát most próbáljuk belőni a feladatait ennek az eszköznek is. A Tolna megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke kihangsúlyozta, hogy milyen jó a szervezeten belüli együttműködés, és a közös munkán kívül azt is fontosnak tartják, hogy az évben arra is szánjanak időt, amikor az egyesületek tagjai a munkát maguk mögött tudva tölthetnek el egy önfelett napot. Az egész éves munkának az egyik olyan napjának is kell lenni, hogy a polgárőr az üljön le családjával, szeretteivel, érezze jól magát, beszélgessünk. Szóval egy kötetlen napot szeretnénk ebből biztosítani. Aki ide eljön polgárőr, az egy kötetlen napot, tehát itt az Irigy, Hónai Mirigy, az Ihos, a Nemzet katónénie, a gyerekeknek külön programok, légvárak, millióféle arcfestési lehetőség. Magyarul egy egész családot vendégül látó polgárőr szervezéshez. A fesztivál hangulatból a bátaszékiek maroknyi csapata is kivette a részét, hogy aztán a baráti beszélgetések után újult erővel vessék bele magukat abba a munkába, amit önként vállaltak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!